Manapság akárhol vagyunk, filmet nézünk. Ha beragadtunk a dugóban, már is nyúlunk a lejátszóért, vagy benyomunk egy jó filmet a telefonon. Vagyis, ha a média lejátszó nem fér be az ember zsebébe, vagy a repülőgépülés alá, akkor szóba se jöhet. De most komolyan, tényleg egy 4-szoros kijelzőről akarjuk befogadni a sötét lovag minden kinematográfiai finomságát? Ha az ember azt akarja érezni, hogy moziban van, akkor itt a helye, az IMAX-ben. Az IMAX a Maximum Image, azaz maximális képszavakból ered. Csábítónak tűnhetett volna Maxinak nevezni, de akkor nem utalna az angol eye, azaz szemszóra, valamint a néző tekintetét rabul ejtő háromdimenziós filmekre és a hollywoodi gigaprodukciókra. Itt vagyunk Greg Fosterrel, aki az IMAX filmvállalat elnöke. Ő dönt arról, hogy miből legyen film, és mit mutassanak be az IMAX mozikban. Az IMAX a térről szól, és arról, hogy a néző miként lép be a film világába. Ebben persze a filmesek a mi titkos fegyverünk. Mi valóban csak a leglátványosabb produkciókkal foglalkozunk, azokkal a filmesekkel, akik mindig többet akarnak kihozni egy filmből. Ami a nézőket illeti, az IMAX technológia szó szerint az arcokat veszi célba. Nálunk a filmvászlon és a nézőtéren ülők valóban kölcsönhatásba lépnek egymással. A néző a film részévé válik. Egy IMAX moziban a vászon 22x16 méteres. Jóval nagyobb, mint az átlagos filmszínházban. Közelebb is van a nézőkhöz, és enyhén ívelt felületű. Ez azt eredményezi, hogy a film képei teljesen kitöltik a nézők látóterét. Hozzájön még ehhez a lejtős nézőtér, vagyis nem gond, ha egy kosárlabda csatár ül előttünk. A 18.000 wattos digitális surround hangrendszerrel igazi grandiózus mozi élmény vár ránk. Ha egy rendező filmet készít, általában nem 40 szolos TV-képernyőben gondolkodik, hanem szabadjára engedi a képzeletét, és ha megteheti, 22 méteres mozivászonra tervezi a látványt. De vajon mitől lesz egy ekkora vásznon pengeéles a kép? Főleg, ha azt nem egy speciális IMAX kamerával forgatták. A válaszokért az IMAX pincéjében kerestük meg az illetékest. David Keeley! Üznár! David az IMAX filmek utómunkálatait vezeti, és immunis a hidegre. Miért van itt ilyen hideg? Hogy sokáig megőrizzük a filmek minőségét. A pince állandó 13 fokos hőmérsékletű, és itt őrzik a valaha készült IMAX filmek 80%-át. Például a... Nincs csak a sötét lovag, elvihetek egyet, maguknak annyi van. A Warner Brothers nem örülne. Lehűtöm 13 fokra a lakást. Nem lehet. Még ha az ember nem is fél egy kis hipotermiától, egy IMAX negatívval akkor sem tudna otthon sok mindent kezdeni. Az IMAX egy olyan filmszabvány, amit a 60-as évek végén fejlesztettek ki, és a létező legnagyobb negatívot használja. Az IMAX film negatív 9-szerese egy normál 35 mm-es filmnek. A 9-szerese. Hogy mit jelentene ez egy emberhez képest? Egy púpos bálnát. Az IMAX filmeket 70x15-ösnek is nevezik, mert 70 mm-es kockákból áll 15 perforációval 4 helyett. Ezen kívül a film nem függőlegesen, hanem vízszintesen fut. Egy ekkora negatívról még egy ilyen hatalmas vászonra vetítve is éles marad a kép. Legalábbis régen így csinált. Ma is készülnek még így filmek, de most mindegyikről digitális változat is készül. IMAX film készülhet úgy is, hogy drabális, 90 kilós IMAX kamerával leforgatjuk, vagy pedig veszünk egy hagyományos negatívot, és csúcs technológiás laboratóriumban átalakítjuk IMAX-é. Nos, David, ha jól értem, ez az első lépés, hogy IMAX-esítsünk egy filmet. Igen, van először is egy 35 mm-es szkennerünk, és van egy 65 mm-es is. Itt az történik, hogy az analóg filmet digitalizáljuk, vagyis egyesekké és nullákká alakítjuk. Ugyanis szkenneltük a Sötét Lovagot, vagy a Transformers 2-t. A dolog úgy megy, hogy van itt egy lencse, ott pedig egy fényforrás, és ahogy a film elhalad előtte, pixelről pixelre beszkenneljük. A folyamat során minden filmkockát egyenként rögzítenek. Ez itt mutatja az éppen beolvasott filmkockát, amit meg is lehet nézni. Itt pedig látszik a hátralévő idő. Ez baromi jó. Hallotta a kattanást? Körülbelül 13 másodpercenként készül el egy 8K-s szkennelés. A 8K-s azt jelenti, hogy kockánként 8000 pixel? Igen, igen, 8000 pixel széltében. Képzeljük el, hogy a telefonunkon megy egy film, és közelről megnézzük. Ott bizony jó sok pixel hemzseg. Na már most, ha a 8K-s képet házfalnyi méretben nézzük, az is éppen ilyen részletes lesz.
El is tart egy darabig. Meddig tart beolvasni egy filmet? Hát van úgy, hogy hónapokon át szkennelünk egyet. És innen hova megy az anyag? Egy laborba? 100 terabájtos a tároló kapacitásunk. Innen üvegszálas optikai kábeleken át az adattároló részekbe kerül a film, hogy elkezdhessük a következő munkafázist, a portalanítást. Portalanítást mondott? De ne olyasmire gondoljanak, amit az ember a kanapéjával csinál. Ha porszemet találunk valamelyik kockán, akkor jön a portalanítás, amivel eltüntetjük a porszemet. Végigvizsgáljuk a kockákat, és ha porszemre bukkanunk, akkor egy számítógépes program az érintett képpontokat kicseréli. Ezután jöhet a következő lépés, a DMR, a digitális újrakeverés. A DMR egy szigorúan titkos algoritmus segítségével élessé teszi a beszkennelt hagyományos filmen a kontúrokat. Ez a lépés az IMAX kamerával forgatott filmeknél nem szükséges. Ezután visszakerül ide egy utolsó minőség ellenőrzésre, majd filmtekercsre viszik, vagy digitális vetítési formátumra konvertálják. Itt már csak általános korrekciókat végzünk, korrigáljuk az IMAX vetítőgép nagyobb fényerejét vagy kontrasztját. Ebben a fázisban olyan speciális korrekciókat is elvégeznek, mint például a Class 3D-s szemüvegek miatti fényerő növelés. Tegyük fel ezt a 3D-s szemüveget, és mivel ez itt nem 3D vetítés, ezért tegyen föl még egyet, mert most a vetítőgép és a néző szemüvegét is maga viseli. És most nézzük a filmet, és korrigálunk, hiszen a szemüvegek miatt sötétebb az egész. Vagyis növeljük a fényerőt, amivel ellensúlyozzuk a szemüveg miatti fényerő csökkenést. A beállító emberen is két szemüveg van? Rajtam, igen. Tudja, nagyon nem mindegy. Komoly dolgok ezek. Úgy valahogy. Akkor hát letudtuk a DMR-t. Befejeztük a színkorrekciót, és akkor most mi jön? Most az a lépés jön, hogy összecsomagoljuk a filmet. Ez a DCP. A DCP a digitális filmcsomagolás angol rövidítése. A végén a film ebben a kis dobozban lakik. Igen, a merevlem ez egy ekkora dobozban van. Az IMAX filmeket filmtekercseken is szállíthatjuk, de előtte jó lesz egy kicsit lejárni, gyúrni. Na jó, tisztázzuk a dolgot. Az egész film itt van, ezen a merevlemezen. Így van. És ugyanez a film, hány filmtekercsre fér rá? 2 3/4 órás a film, 48 tekercsen, vagy egy merevlemezen fér el. Na jó, akkor én a merevlemezt választom. Nekem persze oké, de az IMAX film színházak jelentős része hagyományos vetítőgépet használ. Az új IMAX mozik persze mind digitálisak. És hogy szállítják ezt? A 70 mm-es tekercse két ilyen oszlopban kapnak majd helyet. Pizzás dobozban szállítják a filmet? Igen, ami azt illeti, igen, laktató vacsora. Ha a filmtekercsek eljutnak a moziba, ott összeillesztik őket és felhelyezik egy vetítőtányérra. Hány ember kell, hogy befűzzenek egy filmet? 6. 6 ember? Vannak targoncáink is. Villás targoncák egy IMAX moziban? Pontosan. Azzal szállítjuk a tekercseket. Maga viccel. Eszemben sincs. Szóval ezt a nagy filmet jól befűzik ebbe a vetítőgépbe, igaz? Így van. David elmitt az IMAX központ mozigéptermébe, hogy megnézzük, mi a különbség a hagyományos és a digitális vetítőgép közt. Tehát amint a vetítőtányéron van a film, már lehet is befűzni a vetítőgépbe. Ebből miért van kettő? Arról van szó, hogy itt megy be a film és itt jön ki. Már most ha 3D-s a film, akkor két bemenet van és két kimenet. Egy a bal szemnek és egy a jobbnak. Épp úgy, mint ezeknél a digitális vetítőgépeknél itt. Tehát ez a digitális vetítő? Igen, ez a kettő. Bedughatom a merevlemezt? Persze, csak megmutatom, hogy kell. Ez az USB kábel. Ezt ide rakjuk, és bedugjuk, ennyi az egész. Ennyi? Igen, de azért mégsem. Ez egy 2 3/4 órás film. Vagyis körülbelül ennyi ideig tart, amíg a vetítőgép beolvassa az adatokat. A képminőség a két vetítőrendszernél egyforma. A különbség a méretek között van. Ez a vetítő nagyjából fele akkora, mint a hagyományos. Miért van ez? Talán a film mérete miatt? Vagy a lámpák, vagy a lábazat nagyobb? Nos, ez itt egy 40 évvel ezelőtti konstrukció, mechanikus az egész. Egy mechanikus eszköz mindig nagyobb, mint a digitális változata. Igen, és csipekből áll az egész, igaz? Bizony. David, most, hogy már láttam, mitől olyan nagyszerű egy ilyen film, tényleg megnéznék egyet. Lehetséges? Rendben, menjen le a nézőtérre, én itt beizítom a rendszert, és megnézheti, milyen is az IMAX. Köszönöm! Az IMAX által kifejlesztett speciális technológiának hála, most igazi mozi élmény jön. Hadd szóljon!